Angela Merkel élesen kritizálta a menekültválság kezelése miatt az unió keleti tagállamainak vezetőit, és különösen Orbán Viktort. A német kancellár szerint keresztény a hidegháborút megélt politikusnak nem szabadna úgy viselkednie, ahogyan többek közt a magyarok teszik. A nem magyar újságíróknak mondom. Igen, segítettünk Magyarországnak, ezért is sokat kritizálnak Németországban. Azért segítettünk, mert úgy gondoltuk, valakinek meg kell menteni Európa méltóságát, mondta Merkel az Európai Néppárt zárt találkozóján. A jelenlévők szerint a kancellár kimondottan érzelmesen beszélt. Sokat ostorozta az unió keleti tagállamainak vezetőit, és köztük különösen Orbán Viktor kormányát azért, ahogy a menekültválságot kezelik. Zsájasz, hogy csak egy mondat. Azt hiszem, tegnapi hír, hogy Németországban a szövetségi kormány hatáskörébe utalták a menekült egyetem. Azért érdekes, mert sokan nem tudják, hogy a szövetségi köztársaság az egy szövetség, tartományok szövetsége. A tartományok élen saját kormányok állnak, amelyek tartományi ügyekben, hát nyilván nem hadügy, külügy, hanem tartományi ügyekben autonóm módon járnak el. És ezértől minden kormányülésen téma lesz a menekültügy, és az egész a német szövetségi kormány hatáskörébe tartozik, ami azt jelzi, hogy Merkelék végre kezdik komolyan venni a dolgot. Na, de neked ígértem a szót. Igen, tehát a Merkel eddig is próbálta komolyan venni ezt a dolgot, és Merkelnek abban humanitárius szempontból teljesen igaza van, hogy az, ahogy itt zajlott Magyarországon az első perctől kezdve, ezekkel az emberekkel, ahogy bántak, és amiért egyébként megnyitották az osztrák és a német határokat, az pontosan egy humanitárius katasztrófának az elkerülése, ez volt a célja. A Fidesz kommunikációban ugye állandóan azt halljuk, hogy ők betartják az uniós szabályokat, ami hol igaz, hol nem. Van, hogy betartják és regisztrálnak idejövő menekülteket, migránsokat, van pedig, hogy nem tartják be, mert fölültetik őket, már ott a vonat vagy a busz, és viszi. Nem is tudom, hogy a Fidesznek, hogy van bátorsága egyetem beszélni szabályokra, akkor ő nem tartja be. Horvátországon számon kéri, és a horvát-magyar határon már ott a vonat, és regisztráció nélkül már nyomják át. Na most, ami jogilag szerintem a legnagyobb probléma, és ez egyáltalán nem csak Magyarország problémája, az, hogy bántak velük, azt most egy pillanatra felejtsük el, ha lehet. A legnagyobb probléma az, hogy az Európai Uniós szabályok erre a helyzetre gyakorlatilag nem alkalmazhatóak. Tehát se a Dublini egyezmény, sem pedig a Genfi konvenció nem erre lett kitalálva. Az arra lett kitalálva, hogy egy évben jön 500 ezer, 10 ezer ember Európába, és azokat szépen regisztrálják, eldöntik, hogy maradhat, vagy nem maradhat. Tehát az, ami itt most megindult, arra alkalmatlanok a mai EU-s jogszabályok is, hogy kezeljék ezt a kérdést, vagy a helyzetet. Én csak azt akartam az előjelzt hozzátenni, ugye maga Pintér Sándor ismert el a Rendészeti Bizottságnak az ülésén, hogy eddig összesen 84 ezer migráns, bevándorló menekült ment át regisztráció nélkül Magyarországon. Ami azért fontos megjegyezni, hogy ez mennyire működik, vagy mennyire nem. Nyilván most a hatázárral ez változik, vagy legalábbis próbálnak változtatni rajta, de ugye ezek tények. Ez nagyon fontos. A másik szerintem meg, hogy az egész merkeli tevékenységet szerintem azért érdemes egy picit világpolitikai közegbe is helyezni, hiszen azért nem akármi történik Szíriában, nem akármi történik Oroszországban, vagy Oroszország, amit tesz, nem akármi történik Amerikában, és legalábbis az látszik, ha az ember ezeket a folyamatokat is talán nézi, hogy azért talán, én kicsit optimista vagyok ez ügyben, hogy a megoldás felé mennek a dolgok, bár egyelőre szakértők azt mondják, hogy az orosz beavatkozás ugye az csak bonyolította a helyzetet, sőt, talán kuszálta a szállat, de azért azt is olvasni, hogy a háttérben nagyon komoly egyeztetések és diplomáciai egyeztetések zajlanak, és igenis arra törekednek, hiszen mindenkinek az az érdeke, Törökországnak, Amerikának és mindenkinek az az érdeke, és ebben a vonatkozásban érdekes szerintem a merkeli nyilatkozat. Ma még kérdbejátszásunk, gyorsan nézzük a következőt.